Ez a Színház hetem, itt a 90.9 Jazzin, a vonalban Lux Ádám. Szia Ádám, nagy szeretettel köszöntelek. Szerbusztok, és a hallgatókat is sok szeretettel köszöntöm. Ádám, tulajdonképpen hogy látod, mi a legnagyobb nehézség a színészi hivatásban, vagy a színészmesterségben, ahogy tetszik? A legnagyobb nehézség, ami a legnagyobb szépség, hogy csak akkor van értelme csinálni, hogyha az ember 100%-on égve csinálja estéről estére. Ez nagyon nehéz sokszor, mert az ember ugye nem mindig kipihenten érkezik egy esti előadásra, de mégis a maximumot kell nyújtani, mert szerintem csak akkor van értelme. Úgyhogy, és amikor ezt az ember egy utólagos véleményben, információban visszakapja, hogy ez így működött, ez az energia átadás, akkor boldog, és akkor elégedett. Ádám, most akartam megkérdezni tőled azt, hogy mi a legnagyobb szépsége, de hát akkor a kettő kézen fogva jár. Hát igen, összefügg a két dolog, és rögtön tudok is példát mondani erre, hogy mennyire jó érzés ez, és az embert mennyire örömmel tölti el. Volt nemrégen egy Tolstoj Gyurkovics Tibor Kreutzer szonáta előadásunk, amit egy kislány, nem is ismerem őt, egy vadidegen kislány 17 év körüli látott, és a rendezőnőnk az tanít a Waldorf gimnáziumban, és kiderült, ez teljesen véletlen volt, hogy ő is ott volt, és másnap találkozott ezzel a kislányjal, és ez rohant után, és mondta, hogy tanárnő, én olyan energiát, én olyan erőt, én olyan plusz töltetet kaptam ettől az előadástól, hogy én most ebből fogok élni két hétig. Úgyhogy ezek ilyen különben nagyon boldog. És ezt a rendkívül magas hőfokot, ezt a szinte izzó szenvedélyt, ezt hogyan lehet hosszú távon elviselni? Tehát valahol ki kell, hogy az ember eressze a gőzt. Az biztos, hogy így van. Nem tudom, igen. Hát szóval nem rögtön tud az ember leereszteni. Tehát egy ilyen előadás után az ember hazamegy, és akkor nem tud elaludni. Úgyhogy ez nálam is így van. Legalább az előadásnyi idő az még, amíg az ember le tud ereszteni. Tehát ezek az előadások általában ilyen 9:30-10 körül vannak vége, úgyhogy az éjszaka egy előtt az ember egész biztosan nem alszik el ilyenkor, viszont a másnap reggel 7:30-kor kell kelnie, mint rendesen a gyerekei miatt, akkor ez egy kicsit kevés alvással jár. Hát igen, enyhén szólva. Ádám, az engem mindig nagyon érdekel, hogy a nézők ugye figyelik a színészt a színpadon, de vajon a színész az antennáival mennyire tudja venni a közönséget? Tegnap egyébként Cserna Tóni azt mondta, hogy ő mindig kinéz előadás kezdete előtt a függöny mögül, és szinte érzi azt, hogy ma éppen milyen összetételű közönség van jelen. De hogy vagy ezzel? Ez nagyon érdekes. Vannak olyan előadások, amiben, ha nem is nagy humor, de pici kis humor morzsák azért vannak, előfordulnak, és a legkisebb reakcióknál, az első, másodiknál lehet érezni, hogy na, ez a mai közönség milyen lesz. Én így, ahogy a Tóni, aki egyébként a főiskolán osztálytársam volt, nem szoktam kinézni a nézőkre, de ezt rögtön le lehet venni az első, második reakcióknál. És akkor az ember vagy így, vagy úgy reagál rá, de nagyon érdekes ez, hogy aki viszont nem reagál olyan hangosan előadás közben, az néha a végén többet tapsol. Tehát ugye a dolgok úgy kiegyenlítik egymást, ez egy nagyon érdekes dolog. Én inkább arról tudnék mesélni, és az jutott eszembe, miközben a kérdést feltetted, hogy az micsoda dolog, amikor megáll a kés a levegőben. Tehát én játszom most két olyan előadásban is, ahol ilyen pillanatok vannak, nem is egy. És például a ma esti Szeretlek Faust előadás is ilyen darab, vagy ilyen produkció, hogy az egy fantasztikus érzés. Gyakorlatilag amikor a katarzist egyszerre éli meg az ember a nézővel. Az egy csodálatos dolog, az egy fantasztikus érzés. Szóval van ilyen, tehát a kérdésedre válaszolva megérti az ember. Abszolút. Sokan mondják, hogy van ösztönös és tudatos színész. De hogy látod, valóban éles határvonal van a kétféle megközelítés között? Én azt gondolom, hogy nem. Van egy harmadik, aki a kettőt ötvözi. Én például közéjük tartozom. Tehát én hiszek abban, hogy a legcsodálatosabb gesztusok, mozdulatok, kifejezések, azok nem tudatosan előre gyártva készülnek, de ezzel együtt vannak olyan dolgok, amiket pedig igenis meg lehet előre tervezni. Hogy mondjak erre egy példát, még a főiskolán történt velem. Én akkoriban még nem nagyon alkoholizáltam, lehet, hogy évet az egyetlen főiskolás, de nem nagyon. És mégis csináltunk egy jelenetet a Csehov Ránya bácsi című darabjából, ahol is az Astrop doktort játszottam, aki egy eléggé erősen illuminált állapotban játszik az egyik jelenetben a Szanya nevű szereplővel.
És hát mivel mondom, én fel sem tudtam idézni, hogy milyen az az ember illuminált, ugyan láttam én már részegember, hát az egy más dolog, mint amikor az ember megéli. Tudtam, hogy az szédül, hogy az, tehát hogy annak milyen külső megnyilvánulásai vannak. És én akkor azt mesterségesen bizony előidéztem. Tehát addig fekvőtámaszoztam 80-at, lenyomtam a fejemet, hogy effektíve szédültem. Plusz ez azért még így kevés, tehát az embernek a beszédén is kell, hogy érezzék, hogy az ember kicsit kásása. Na mindegy, nem akarom hosszúra nyújtani, a dolog lényege az, hogy amikor ez a jelenet lement, akkor ezt megnézte Horvai István osztályfőnökünk, és azt mondta, hogy jó, ez a szép, ez a jelenet szépen ment előre, és akkor egész közel hajolt hozzá a szememben nézett, és azt mondta, hogy de ugye nem itt áll. Mert ő azt gondolta, hogy én ott benyomtam három felest a jelenet előtt, hogy ez az illuminált állapot. Mert csak arra mondom, hogy vannak olyan dolgok nálunk, amit igenis meg lehet oldani, de a legmisztikusabb, a legérdekesebb része a színművészetünknek az mégis, amik ösztönből születnek, tehát ami zsigerből oldódik meg egy-egy szerep kapcsán. És az nyilván nagyon emlékezetes is. Igen. Ádám, nagyon szépen köszönöm, azt kívánom, hogy sokat lássunk téged színházban, filmben egyaránt. Én is köszönöm a megkeresést, szervusztok! Lux Ádámot hallották a Színházi Héten, itt a 90.9.